Tisztelt Országgyűlés, nyomozást rendelt el a BRFK egy helyettes egészségügyi államtitkár korrupciós ügyében a Mi Hazánk 2020-as feljelentése alapján, ugyanis, mint azt közérdekű adatigényléssel feltártam, számtalan jogcímen hivatalos fizetésének több mint négyszeresét, 39 millió forintot vett fel, mindössze 11 hónap alatt, Kóti Tamás, az Újbudai Önkormányzat egyik előző, tehát fideszes cégvezetőjeként, és a prémiumokkal való visszaélés folytatódott a szivárványban, Koalíció vezetése alatt is, még több, imár tucatnyi cégnél. A ciklusokon átívelő hűtlen kezelés miatt 2020. decemberében Újbudai önkormányzati képviselőként tett feljelentésem és bejelentésem ellenére felfelé buktatták a korrupt intézményvezetőt. Kóti Tamás 2021. január 1-től pikás módon épp az egészségügyi gazdálkodásért felelős helyettes államtitkár lett. Ez ellen hiába tiltakoztam, de utána feljelentésem alapján kihallgatásra hívott engem a BRFK korrupciós és gazdasági bűnözés elleni főosztálya. Azóta a kormányzat számára kellemetlen korrupciós szót törölték a nevükből. De 2021 elején aztán elrendelték a nyomozást, és a védhetetlen helyzetben február végén már is leváltották a helyettes államtitkári pozíciójáról. De az elszámoltatása mai napig sem történt meg. Az pedig szorgalmazza a Mi Hazánk mozgalom minden közpénztolvaj esetében, Simicska Lajostól Mészáros Lőrincig, bármely pártnak fizetnek is védelmi pénzt. Szerte az országban sajnos sokszor gyakorlat, hogy az önkormányzatok tulajdonában álló gazdasági társaságoknál az átláthatósággal szemben a látszólagos munkabér akár többszörösét fizetik ki különböző jogcímeken. A Mi Hazánk képviselőjeként közérdekű adatigényléssel fordultam az Újbudai önkormányzati cégekhez, és több száz oldalnyi felügyelőbizottsági jegyzőkönyvet is tanulmányozva több százmillió forintnyi olyan prémium kifizetését tártam fel, melyek valójában alapfeladataik voltak a cégvezetőknek. Például az önkormányzat épületét üzemeltető cégnél néhány helyiség kifestéséért járt milliós prémium. Az egyik új vállalatvezető a 2019-es választási utáni hatalomátvételük után képes volt azt előterjeszteni prémium feladatként már arra a nulladik évre is, a december 1-től hatályos megbízása után, hogy a cégvezetés átvétele. Tehát ez volt, ugye volna egy prémiumot érő, úgymond plusz feladat szerinte. Vagy említhetem az előző Fidesz érából közpénzből fizetett Las Vegas-i útjairól elhíresült informatikai cégvezetőt, a helyi Hajbony Árpádot, aki az efféle utazásokra 25 millió forintot költött közpénzből. Az ő milliós prémiummal díjazott feladat célkitűzése az volt, hogy vegyen magának egy új céges autót. Közérdekű adatigényléssel feltártam, hogy a legnépesebb kerület rendelőintézetének előző, tehát Fidesz ciklusbeli vezetője, Kóti Tamás 39 millió forintot vett fel 11 hónap alatt 2019-ben, holott munkabére elvileg csak 750 ezer forint volt havonta, de ennek végül több mint négyszeresét fizették ki neki átláthatatlanul. Prémium, természetbeni juttatás, szép kártya, iskola kezdési támogatás jogcímen és végkielégítésként, mely ellen csak én tiltakoztam a képviselő testületben, az összes többi párt megszavazta, pedig választási ciklusra szóló határozott idejű megbízásnál nem járna végkielégítés. A cégvezető képes volt önmaga főnökeként, szabadságmegváltásként is több milliót felvenni egy év alatt, pedig valójában sokat hiányozhatott, álláshalmozó volt. A szakrendelő főigazgatója fizetése mellé önmagával projektvezetésre is szerződött 5 évre úgy, hogy a pofátlan szerződés későbbi felmondása esetén is ki kell fizetni a több mint 10 milliós megbízási díjat. A BRFK gazdasági bűnözés elleni főosztálya az ügy elfektetése közel 4 évi nyomozgatás után bűncselekmény hiányában most megszüntette a büntetőeljárást. A rendőrségi indokolás szerint, mivel egyhangú testületi döntésekkel fogadták el a sok milliós prémiumok kifizetését, azonnantól jogszerű, akár mekkora összeg, akármilyen alapfeladatért is. Az Orbán kormány eltörölte a nyomozás megtagadása vagy megszüntetése elleni fellebezési lehetőséget a feljelentők esetében, de a vagyoni érdekelt önkormányzat az ügyészséghez fordulhat jogorvoslati kérelemmel, amit a Mi Hazánk elvár Újbuda DK-s vezetésétől, melynek más ügyekben tett feljelentéseit sajnos ugyanúgy elutasították. Köszönöm a figyelmet!